Feláborodást váltott ki a környezetvédelmi aktivisták körében, hogy a Coca-Cola, az általuk a világ legnagyobb környezetszennyezőjének tartott multinacionális vállalat szponzorálja az idei ENSZ klímacsúcsot, írta a The Guardian. A november 6-a és 18-a között egy egyiptomi üdülőhelyen megrendezendő COP27 a világ legfontosabb környezetvédelmi találkozója, ahol a kormányok, a vállalkozások és a környezetvédelmi szervezetek az éghajlati vészhelyzet megoldásán dolgoznak. A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyag felhasználója, és a COP27 klímacsúcs szponzorálása greenwashingnak tekinthető, jelentette ki Emma Priestland, a Break Free from Plastic klímavédelmi mozgalom koordinátora. A Coca-Cola közleményében az áll, hogy a vállalat azt az ambiciózus célt tűzte ki, hogy eltűnjön az óceánok vizéből a műanyag hulladék, és 2030-ra minden eladott palack után újrahasznosítanak egy palackot. Hozzátették, hogy a COP27 szponzorálása összhangban van azzal a céllal, hogy 2030-ra 25%-kal csökkentsék az abszolút széndioxid kibocsátást, valamint azzal a törekvésükkel, hogy 2050-re elérjék a zéró széndioxid kibocsátást. Csak nehogy szülessen egy törvény erre vonatkozóan. Csak nehogy kötelező legyen nekik újrahasznosítani vagy megsemmisíteni. Csak nehogy kötelezze őket, meg az összes többi céget bármi föntről, az állam részéről, ők majd fogadalmat tesznek. Ők közleményt adnak ki. Ők a Coca-Cola kifejezésre juttatja az ő ambiciózus célját, hogy 2030-ra minden eladott palack után újrahasznosítanak egy palackot. Csak nehogy véletlenül erre bárki is kötelezze őket, mert akkor még a végén tényleg meg kell csinálniuk. Ők inkább majd kötelezik önmagukat. Majd ők a törvények helyett majd egy vállalást tesznek. És ezzel a vállalással betömik a pofáját a közvéleménynek, betömik a pofáját az államoknak, a környezetvédelmi minisztériumoknak, elébe mennek annak a kényszernek, hogy ne adj Isten, az esetleg majd kötelezettség nyomán őnekik valamit tenniük kelljen, esetleg drágább legyen a Coca-Cola, esetleg kisebb legyen a profitjuk. Nem, ők inkább úgy csinálnak, a Coca-Cola úgy tesz, mint akit nagyon zavar a műanyag hulladék az óceánban, mint akinek a személyes küldetése, hogy a műanyag hulladéktól megfossza az óceánt, amely műanyag hulladékot egyébként ő szórt szét az óceánban. És ezt most be kéne szopni, ugye? Ezt most úgy kéne csinálni, mintha ez ilyen... És ők valójában a tényleges tevékenységnek, a tényleges szennyezésnek, illetve környezetvédelemnek a helyére egy PR tevékenységet állítanak. Az egészet egy PR problémának látják. Itt a probléma nem az óceánokkal van, hanem az óceánokban lévő hulladék visszaég rájuk a nagyon szexi cégre, amelyik szénsavas, édes üdítőitalokat forgalmaz, és amihez az asszociációnak nem a műanyag hulladéknak, meg a szemétszigetnek, az óceánok közepén kéne, hogy legyen a vonzásában, hanem a kalandnak, hanem a pesgésnek, hanem a dinamizmusnak, hanem a fiatalságnak. És hogy ez is egy ténylegesen az ő számukra egy PR probléma, amit azáltal orvosolnak, hogy átmossák saját magukat zöld színűre. És tessék! Tesznek igyekezetet, de az kisebb hanggal csattan, mint a hozzá kapcsolódó PR. Tehát például igyekeznek bevezetni ezeket a Dasani által gyártott részben, akár 30%-ban növényből származó PET palackokat, ami elvileg 100%-ban újra hasznosítható. De ha mondjuk megnézed a Dasaninak a honlapját, ahol erről a palackról szó van, ott is a folyamat első lépése te vagy. Ugye, Robi, te megint az összes zsetonodat ilyenkor a pirosra teszed, hogy az állam, a szervezetek, a világszervezetek hozzanak törvényeket, és hagyjuk a személyi felelősséget. Én meg azt mondom, hogy mind a kettőre szükség van. Tehát ha mondjuk kötelezővé tesszük, hogy olyan palackban legyenek ezek, amilyenben, vagy ne is legyen palack, hanem mindenki szépen hozza a sajátját, és mindenhol sűrítményt áruljanak automatákból, akkor is, ha te egy palack
palackot szeretnél eljuttatni a rendesen feldolgozott hulladékok közé, azt szeretnéd, hogy újra felhasználják, akkor olyan helyre kell vigyed. Újra vissza kell vigyük az üres üvegeket. És bármilyen szabályozást hoznak, hogy ilyen meg olyan visszaváltható palackba tegyed, ha azt a palackot te végül kidobod és nem visszaviszed, akkor nem teljesült a fölülről jövő nyomás sem. De tudod, ne igyekezzenek. De ez még megint más, mert még mindig van az, hogy például, most tök rossz példa, de például hajléktalanok is összeszedik az üvegeket. Vannak emberek, tehát még a társadalom is tud úgy rétegződni, hogyha én voltam olyan hülye, hogy mondjuk a 100 forint betétdíjas PET palackot kidobtam, még mindig lesz ember, akinek megéri összeszedni és beváltani. Ezt figyeljétek, utána néztem, a Coca-Cola percenként 200 ezer darab terméket állít elő. Most mondjuk azt, hogy 8 munkaóra per nap, tehát most nem mondjuk azt, hogy 24 órában megy, jó? Csak 8 óra. Percenként 200 ezer darab, az egyébként másodpercenként 3000 fölött van, tehát így, hogy 3000, 6000, 9000, 12000, tehát így jönnek le a futószalagról a cuccai. Naponta 96 millió darab üdítőital, havonta 2 milliárd 880 millió, tehát durván 3 milliárd, évente 34,5 milliárd Na. Coca-Cola termékről beszélünk, ez csak egy cég, Coca-Cola 34 milliárd most palack, doboz, ez meg az. Évente 3 millió tonna csak ez a műanyag hulladék, 3 millió tonna. Most ez, nem hiszem, hogy ez a cég, tényleg neki kéne szponzorálnia ezt az eseményt, de ha mégis, akkor pedig úgy, hogy azonnal beszünteti a eldobható műanyagok gyártását azonnal, mert addig nem állok vele szóba. De eszében sincs. Ő majd igyekszik. Ő vállalást tesz. Tudod, igyekszik. Ő megígéri, hogy igyekszik. Ő igyekezni fog. Ő ki is tűzte az ambiciózus célt 2030-ra, hogy akkorra rendezi. Ne igyekezzenek. Azt kérem, hogy ne igyekezzenek. Elég, hogyha nem akadályozzák meg a lobbistáikkal a környezetvédelmi szabályozásokat léptennyomon. Az pont elég lesz. Nem kérjük, hogy ők igyekezzenek, mert ismerjük, milyen az, amikor ők tesznek egy vállalást, ők majd igyekeznek. Valójában pont azt akarják, hogy ne legyen kényszer, ne legyen állami szabályozás. Ők majd a saját vállalásaikat megteszik, és majd elcsalják, ahogy mindig is szokták. Miközben mi itt beszélgetünk, és miközben ez a hír, ezekben a pillanatokban állítják üzembe az Ocean Screen Up projekten belül az Interceptor 7-est. Ugye ez az a projekt, ami először azt a célt tűzte ki, hogy a nagy csendes óceáni szemétszigetet és az óceánok szemeteit összegyűjtik, tudod, ilyen terelőhálókkal. Mivel ez már a baj, szüntessük szinten meg a meglévő bajt, és utána valamikor tavaly vagy tavaly előtt kezdték el ezt az Interceptor kampányt, ami arról szól, hogy a világ folyóiból a tengerekbe folyó szemétnek a 80%-áért 1000 darab folyó felel. Ezek a legszennyezőbb folyótorkolatok. Erre az 1000 folyótorkolatra fognak interceptor hajókat tenni. Hát nagyon lassan megy, tehát mit tudom, több mint egy év alatt a hetediknél tartanak. Az is elképesztő, hogy ez a hetedik, ez Kaliforniában kerül üzembe. Tehát az előzőek ilyen Laos, Guatemala, Malázia, Indonézia, de hát ezek szerint sorban haladnak. Jó, és hát egy standard amerikai a százszor annyi hulladékot termel, mint a fejlődő világban. Ez csak a csapotó hajtja elzárni. Tehát az egyik fele a projektnek a már meglévő problémára fokuszál, a másik a probléma megújulását igyekszik akadályozni. Csak még mindig az a baj, hogy ugye ezek a cégek, akik a műanyag szemetünket gyártják, tehát ezek egyrészt engem nem kérdeztek meg arról, hogy én csak ebben a csomagolásban akarom el, vagy nekem jó az, ami mondjuk a 90-es években még működött, hogy visszaváltható palackok, még műanyagból is volt, ilyen PET-ből is volt. Egyrészt nem kérdeztek meg róla, másrészt meg outsourcolták, kiszervezték a problémát. Tehát azt mondják, hogy figyelj, én teleszórom neked a bolygót PET palackkal, te meg majd csinálsz rá egy jó vállalkozást, hogy te majd felállítod ezt majd összetereled az óceánon, vagy majd a folyótorkolatoknál. Tehát ezt te megoldod, mert ügyes vagy, de hogy nem kéne outsourcolni. Azt kéne mondani, hogy barátom, kedves Coca-Cola, ez a palack, ez a 2 literes PET palack, ez a világnak okoz mondjuk 5 dollárnyi problémát, vagy legyen 2, vagy akármennyi, számolják ki. Ki lehet számolni? Ez mekkora környezeti terhelést okoz, mennyi erőforrást kell arra elköltenünk, hogy a szemetedet kihalásszuk az óceánból, vagy a folyóból, vagy akárhonnan, vagy a delfinek gyomrából, vagy tök mindegy, hogy honnan, vagy a vízcsapban lévő mikroműanyagokból.
és ezt forintosítva vagy dollárosítva, ezt te fizest ki. Tehát kedves Coca-Cola, árulhatod az eldobható PET-palackodat, és az üvegenként 600 forinttal fogja megnövelni a kólád árát. Hát most ezt, ha ki tudod gazdálkodni, jó, hogyha lesz, aki megveszi, oké, okay. Ha nem lesz, akkor meg térjél át másra, mert ez így nem lesz fenntartható. Ebben a hírben önmagában kifejeződik, hogy mi a probléma, hogy hol van a problémának a gyökere, hogy a környezetvédelem ügyét migáncsolja ténylegesen. A Coca-Cola a világ legnagyobb környezetszennyezője, szponzorálja az idei klímacsúcsot. Eleve, miért kell szponzor egy klímacsúcsnak? Mert ott minden politikusnak lazacot meg kaviárt kell zabálni? Azért? És azt finanszírozni kell? És nem találtak rá egy olyan szponzort, amelyik nem szennyezi szét a bolygót, hanem a legnagyobb szennyezőt kellett megtalálni szponzornak? Alig ha a klímacsúcs keresett szponzort. A Coca-Cola találta ki ezt a klímacsúcsot. A Coca-Colának volt szüksége erre a klímacsúcsra, az ő greenwashing tevékenységének ez a klímacsúcs a tere, a kirakata. Ha a Coca-Cola a klímacsúcs szponzor, akkor Adolf Hitler az életmenetének a szponzora? Miért ne? Miért ne? Hiszen Hitlernek is van bőven mit kimosnia magán, hogyha Hitler szeretné magát judeo-washingolni, ő is bizonyára szívesen szponzorálna az életmenetét. Miért is ne? Hiszen hát a Hitlernek van a számláján, és bőven van mit jóvá tenni. Hát itt a Coca-Cola is elkezdte jóvá tenni azáltal, hogy teletömte a politikusok pofáját lazaccal, kaviárral és pergővel. Hát rengeteg, mindjárt jobb ezen a bolygón élni. Ez pontosan olyan, mint amikor az olimpiát a McDonald's szponzorálta, kevés olyan cég van, ami valószínűleg így ártalmasabb élelmiszerrel látná a világot, ami hízlalóbb lenne. Tehát nyilván, mint a csúcs, a versenysport, hát mi mást? Nem feltétlenül az van, hogy ők találták ki ezt a konferenciát, hanem arról, hogy ma már minden üzlet, tehát hogy üzletiesítve minden egy reklámhordozó. Ha klímakonferenciát csinálsz, akkor az is egy nagy felület, amin lehet hirdetni. És miért ne hirdessenek? Hát akkor mindjárt a legnagyobb szennyezővel, a legnagyobb szennyező szponzorálja a klímacsúcsot, szponzorálja a környezetvédelmet. Robi, nem tudod, hogy ők találták-e ki, mégis azt állítod. Nem biztos, hogy a Coca-Cola a legnagyobb környezetszennyező a világon, lehet, hogy a legnagyobb PET-palack szennyező. De tudod, hogy kik dobálják el ezeket? Akik megveszik és megisszák, azok mi vagyunk. Olyan kényelmesen mutatsz rá egyetlen kézzel csak ezekre a szervezetekre, és egy emberre sem. Szerintem hát, ez nem miért, helyes látás. Abszolút nem helyes, hiszen ezek a cégek, ezek a nagy multinacionális részvénytársaságok, ezek azok, amelyek a bolygót mozgásban tartják, ezek tesznek minket is boldogabbá, hiszen fogyaszthatunk, ezek teszik a saját részvényeseket is nyilván sikeresebbé, de hát ezért vagyunk itt a bolygón, hogy gazdagabbak legyünk, hogy sikeresebbek legyünk, és hogyha ennek az az ára, hogy tele kell szennyezni az óceánt műanyaggal, hát akkor tele lesz az óceán műanyaggal, hogyha ennek az az ára, hogy klímacsúcsot fog szervezni a Coca-Cola, nem tudod, hogy a Coca-Cola szervezte a klímacsúcsot. Nem, én csak arról van szó, hogy a környezetvédelmi minisztériumokból nem nézem ki, hogyha keresnek a klímacsúcsnak egy szponzort, akkor mindjárt a legnagyobb műanyagszennyezőt találják meg erre a célra. Valamiért az a összeesküvés elmélet állt össze az agyamban, hogy a Coca-Colának van bőven a számláján, és a Coca-Cola az, aki ebből törleszteni kvázi greenwashingolni akar. Jó, és mi a legnagyobb szabású greenwashing? Nyilván az, hogyha egy ENSZ klímacsúcsot szponzorálsz. De ezért tökéletesek. Tehát, hogy gondolj bele, ez a marketing osztály, amikor azt mondták, hogy úristen, hát álljunk az érére. De ez nem lehet, srácok, hát mi tele szemeteljük a világot. Hát bizonyíthatóan tényszerűen több millió tonna műanyag hulladék szárad a lelkünkön. Nem baj. Majd fizetünk pár millió dollárt, és kikerül a nevünk mindenhova, hogy mi vagyunk a legzöldebbek. Sőt, változtassa meg a logóját zöldre, és akkor mindjárt tudni fogjuk, hogy tényleg a Coca-Cola zöld, hiszen már nem piros a logója, hanem zöld. Ennél egyébként csak akkor lehetne rosszabb a helyzet, hogyha mondjuk az ExxonMobil vagy a Shell szponzorálná, nem? Tehát nagyjából szerintem így itt legalább arról van szó, hogy ők mondjuk nem robbantják fel a bolygót, csak térdig jársz a műanyag hulladékban, ennyivel előrébb vagy a Coca-Colával, mint mondjuk egy olajcéggel.
Hálás dolog a multikhoz dörgölőzni, hiszen ők ennek a világnak az urai. Ők ennek a világnak a vezérlői, a szabályozói. Ők minden élet forrása, őtőlük származik a világot mozgásban tartó haszon. És ilyen értelemben valóban ez egy ilyen kor, ezt tudomásul kell venni, hogy hát ők így működnek, ehhez kell alkalmazkodni, ugyan mi mást is tehetnénk. Egyébként ez minden tele van ezzel, bocsánat, csak annyira beugrott, szembe jönnek velem ilyen hirdetések, hogy itt tudom én, a British American Tobacco mondja, hogy ne dohányoz, mert nagyon rossz az nagyon rossz dolog, és lesz a szóra, az is borzasztó. Igen, és akkor a helynekkel is nyomja a Facebookon elém a reklámjait, hogy ne így áll, mert az nagyon rossz. Ne így áll. De egyáltalán az a legjobb, ha nem is iszol. De ez önmagában reklám, hogy a pofámba tolta a logóját. Na igen. És cinikus. Tudod, ez az Arbeitmachtfrei cinizmusa. Éppen bezárnak valahova, és azt mondják, hogy szabad leszel. Tudod, ez olyan, mintha a Lockheed Martin békekonferenciát rendezne, vagy nem is tudom, mi van még. És tudod, tök jól hangzik ez, hogy a mi felelősségünk. Tartsunk műanyagmentes csütörtököt, és az meg fogja oldani a problémát. Alulról kell elkezdeni, sajnos a dolog nem így megy. Az a helyzet, hogy mi nem a saját döntéseinket hozzuk, a multinacionális részvénytársaságok, a marketingen keresztül, a reklámokon keresztül, logókkal, szlogenekkel, dallamokkal kondicionálnak minket arra a fogyasztásra, amit végzünk. Ez tudattalan kondicionálás. De te elég tudatos ember vagy, hogy ellen mondj ennek, csak mondjuk 100 emberből lehet, hogy 97 nem az. Tehát igazad van abban, hogy nem várható el mindenkitől, hogy együttműködjön, de ez téged, Puzsér Robertet, aki egy értelmes, tudatosan cselekvő ember, téged nem ment föl, Robi. Én hagy képezzek hidat kettőtök között, jó? Tehát te, Oszi, azt mondod, hogy ez egyéni felelősség, az hangsúlyos, te meg azt mondod, hogy a céges vagy a szabályozói környezet felelőssége a hangsúlyosabb, én meg azt mondom, hogy ennek a kettőnek együtt kell tudnia működni. Egyszerre van szükség arra, hogy szabályozzák szigorúan és nagyon komolyan most már ezt a problémát, és egyszerre van arra szükség, hogy a paraszt felébredjen, hogy neki is egyéni felelőssége van, mert a sok, hagyj fejezd be, a sok kis hangya nagyon-nagyon sokat tud egymásra hordani. Tehát a piramisokat is emberek építették, egyesével rakták egymásra a köveket, és gigantikus építmények, és ugyanígy építünk piramisokat petpalackból, egyesével. Én csak egy üveggel vettem, igen, de 8 milliárdan vettünk egy üveggel. De ez a nulladik lépés az lenne, hogy az ENSZ üldözze a Coca-Colát, üldözze a tevékenységért, és addig üsse vágja, amíg a Coca-Cola be nem fejezi a szennyezést. És nem az, hogy a Coca-Cola szponzorálja az ENSZ-t, nem az, hogy a Coca-Cola klímacsúcsot celebráljon az ENSZ-nek. Hát itt éppen, hogy a probléma van kiállítva, mint megoldás. Itt ez a fő gond. És akkor itt megénekelhetik a 2030-at tudod, a vállalásukban. Nehogy 2024 jöjjön ki az automat. Tából, vagy mondjuk a 0 perc múlva. Egyébként még mindeközben valahol ünneplem azt a látványos eltávolodást a cukortól, hogy egyre több termék cukormentesen jelenik meg. Tudom, ilyenkor azoknak, akik az édesítőszereknek a karcinogén hatásától félnek, tartanak, azok ezzel nem értenek egyet, de azt gondolom, hogy ez egy jó változás. Itt repkednek a milliárdok. Magyarországon 2 milliárd PET palackot tudunk egy évben kitermelni. Tehát, hogy a kóla egy hónap alatt ennyit gördít le a gyártósorairól, az összes cég együtt nyilván jóval többet, hiszen egyedül Magyarországon egy évben elintézünk 2 milliárd palackot, és akkor ez csak oszt vissza hányan lakunk. Én az elmúlt években, és nem akarok ezzel szerepelni, de nem tudom hány éve nem veszek műanyag palackos dolgokat, mondjuk 3 vagy 4, nem olyan nagyon régen. Több ezernél jár azoknak a palackoknak a száma, amit nem vásároltam meg, és még mindig jelentéktelen, csak ha ezt felszorzod, nem az összes magyar emberrel, csak a 15%-ával, akkor óriási szám tud kijönni. Csak ha már azt akkor leosztottam, hogy a 2 milliárd PET palacka 10 millió lakosra vetítve az 200, de benne van az újszülött éves is. Éves fogyasztás. Tehát feltételez, vagy nem mindenki, az azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, azért itt bőven vannak emberek, akik minden nap egy ilyen palackot kidobnak, és én sok emberrel beszéltem, aki azt mondta, hogy de jó, de én reciklálom, én berakom a szelektívbe. Igen, de azt is tudni kell, hogy a szelektív hulladéknak mennyire alacsony a feldolgozottsága. Tehát hiába hirdeti magát a Coca-Cola is úgy, hogy a mi palackjaink 100%-ban újra feldolgozhatók, igen, csak nem kerül oda. Mert hiába még a szelektív gyűjtésbe se kerül be a nagy része, és ami abba bekerül, azt sem mind használják újra. Jó dolog a cukormentesség, de minden egyes
szénsavas üdítőital aszpartámmal van édesítve, kizárólag. Tök mindegy, hogy Coca-Cola Light-ot vagy Coca-Cola Zero-t veszel, tök mindegy, hogy Pepsi Light-ot vagy Pepsi Max-ot veszel, ezek között a különbség az csak marketing, valójában az egyiket, a Light-ot azt a csajoknak készítik, mert az egy olyan csajos mondás, hogy Light, míg a Max-ot és a Zero-t az meg a csávóknak készítik. Elmondtuk már ezt itt, és de, mindkettőben van aszpartám, de más is. Mind a kettőben aszpartám van. Nincs szaharin ciklamáttal készülő szénsavas üdítőital, tehát nem lehet valójában az aszpartámot, nem lehet megkerülni, nem lehet leváltani, nem lehet aszpartám mentesen cukormentesen szénsavas üdítőitalt inni, és hát én nem tudom, hogy mennyire karcinogén, én nem tudom megítélni, hogy mi okoz rákot, vagy mi mennyire okoz rákot, de az biztos, hogy a szaharin ciklamáttal kapcsolatban nincs olyan konteó, hogy az rákkeltő, míg az aszpartámmal kapcsolatban meg hát van olyan konteó, hogy az rákkeltő. Nem vagyok onkológus, nem is értek hozzá, de minden esetre mindig bűzlik az a szisztéma, amelyben egy összetevő, vagy egy szereplő nem lecserélhető, hanem mindig mindenbe törvényszerűen belerakják. Állítólag a kapitalizmus nem erről szól. Állítólag a kapitalizmus arról szól, hogy versengenek a különböző összetevők, a különböző termékek, a különböző igényeknek megfelelő szolgáltatások, hogy a vásárlóknak az igényeiért versengve az termékek és szolgáltatások evolúcióját betöltve egyre jobbá és jobbá váljanak. Hát én ezt itt nem látom, amikor az aszpartám az kikerülhetetlen, tök mindegy, mit veszel. Az a baj, hogy például az édesítőszer az ugye egyértelműen a tömeg miatt került bele a kólába, az azért kerül le, mert elindult a 80-as évektől kezdve Amerikából, kiindult az a mozgalom, hogy hát el vagyunk hízva, zabáljunk kevesebb cukrot, és akkor a cukrot meg a zsírokat jelölték meg ilyen fő problémának, és hát nyilván akkor erre reagál a kapitalizmus, azt mondja, hogy oké, akkor olyan cuccot adok neked, ugyanaz a szemét lesz benne, csak nem cukor, hanem aszpartám, lehet, hogy még rosszabb is lett a helyzet. Kicsit arra emlékeztet engem, mint amikor a fesztiválokon vagy ilyen romkocsmákban az eldobható műanyag poharat lecserélték visszaváltható műanyag pohárra, amire egy tapintá, tudjátok, ez az ilyen vastag, egy fizetszert 500 forintot, amit teljesen nyilvánvalóan nem fognak nagyon sokáig használni, mert összekarcolódik, leejted, meg ilyen, az egész ilyen dzsúvás lesz, meg undorító lesz, a műanyagot eleve sokkal nehezebb úgy tisztán tartani, az üveg az ugye korlátlan számban elmosható, a műanyag nem. Tehát magyarul az történt, hogy egy sokkal vastagabb, sokkal több műanyagot tartalmazó poharat kaptál, mivel az volt a probléma, hogy termelsz sok műanyag szemetet, ezért kezedbe adnak egy 10-szer olyan nehéz műanyag poharat, amit ugyanúgy kifognak szni két-három alkalom. És amit a visszaváltáskor nem készpénzre váltanak vissza sok helyen, hanem kapsz egy zsetont, ami ezen a szórakozó helyen, meg az ő másik szórakozó helyükön újabb műanyagra váltható. Jó. Műanyagra. Ja, és akkor vagy az történik, hogy hazaviszed, és van otthon egy ilyenet, kettő, meg azért nem akarod kidobni, mert annyira hippi vagy, és a végén van 20 ilyenet, valójában nem akartál soha műanyag poharat venni, de már van 20. Később dobott ki. Tulajdonképpen a problémát történik. Egy nagyobb problémára cserélték. Ja. Az aszpartám esetében valószínűleg ugyanez van. A cigarettánál ezek az ilyen e-cigik, ott is azt mondják, hogy sokkal rosszabb, sokkal veszélyesebb vegyületeket szívsz be. Folyamatosan a kapitalizmus azt csinálja, egyébként ugyanez a pálmaolaj, amikor te akarsz venni valamilyen terméket, te jellemzően nem azért mész be, hogy te most pálmaolajat egyél, ugye? Tehát ez egy nagyon rossz minőségű zsír, nagyon magas a koleszterin tartalma, te nem akarsz pálmaolajat venni, vagy pálmazsírt, mégis mindenbe beleteszik, mert olcsó szemét ilyen helykitöltő energia. És hogy ezt csinálja a kapitalizmus neked, az az igényed, és egyébként itt viszont velünk van a baj, hogy én olcsón akarom azt az akármilyen kekszet megvenni, és hát mi az olcsó? A pálmaolaj, tehát tudattalanul én kérem bele a pálmaolajat, mert olcsót akarok. Ezekkel a repoharakkal kapcsolatban viszont az már megfigyelhető, hogy van rajta egy nyomat, tehát színes, és ennek azt az előnyét látom, amit épp említettél, hogy ahányszor elmossák, annyiszor fakul a pohár. És hát ugye olyan undorító, hogy nem átlátszóból isszuk. Tudod, azt hiszem, hogy ez például egy felülről jövő szabályozás lehetne, hogy az embereknek nem jár, hogy gyönyörködhessenek az átlátszó palackban lévő folyadék színében. Fessük be,
és akkor lehet nyugodtan összekarcolva, elmosva belül, és igenis, ha ugyanabból fogunk inni. De még egyszer mondom, akármennyire 100%-ban újrahasznosítható, amennyiben ez annál a cégnél ott van ez a palack, aki újra tudja hasznosítani. Ha oda soha nem jut el, már pedig ebben Horváth Oszkárnak, Puzsér Róbertnek és Magyar Dávidnak személyes felelőssége van, akkor nem lesz mit újrahasznosítani. Amíg a másik az, hogy egyébként ezek a műanyagok is olyanok, hogy miután bekerül az újrahasznosítóba, ezt itt ledarálják, azután már ez nem olyan műanyag lesz, tehát konkrétan ugyanolyan palackot nem tudnak vele csinálni, hanem másra használják fel, és akkor megtöltenek vele a fotelnek a húzatát, vagy a micsodáját, a szivacsát, ezzel helyettesítik. De ez meg szánalmas, akkor nem újrahasznosítható, ha másra használják. Hát, tehát, igen, hogy... Mert hogy konkrétan ők ezeket az anyagokat csak eredeti állapotukban tudják használni, az újrahasznosított már teljesen más iparágak számára jó csak. A műanyag az probléma, tehát amikor greenwashingolnak, akkor műanyaggal váltják ki a műanyagot, és a műanyagot, a újabb műanyag, ami több műanyagot tartalmaz, arra azt mondják, hogy ez többször használható műanyag, ez valójában egy örök darab. És úgy adják át neked, hogy tudod, ez egy örök darab. Valójában le se szarják a klímát, le se szarják az óceánokat, nem érdekli őket a műanyag hulladék az óceánokban. Nincs bennük felelősség ettől greenwashing. Pont ez a lényeg, hogy őket nem érdekli. Az a lényeg, hogy újra keretezzük, új értelmezési keretet adunk a problémának, és a problémát megnövesztve adjuk át neked, kvázi nem megoldotta a problémát, hanem sokszorosára növelte a problémát, de egy új értelmezést adott hozzá, és kész. Ez csak a profit.